Gyertek, sétáljátok velem egyet, most tök jó idő lett, azért 5 fok van, süt a nap, végre nem esik az eső. Gyerünk sétálni, idén ez az első városnézős kis videóm. Annecy-ben vagyok, Annecy-ben, Franciaországban, és ez a városka a svájci határtól, úgy 30 kilométerre fekszik itt a hegyek között. Annyi talán még betájolásképpen, hogy Albertville az olyan 45 kilométer innen, ugye ott volt téli olimpia, ha jól emlékszem. Na szóval én itt vagyok most ebben a kis városkában, azt mondják, hogy ez Alpes egyik kis gyöngyszeme, Alpes Velencéje. Csupa jókat mondanak róla. Ha kaszinót látsz Franciaországban, az nem azt jelenti, hogy egyből dobd be a pénzed és menjél játszani, hanem itt látszik mögöttem kaszinó. Hát ez egy bolthálózat itt Franciaországban. És nem is olyan rossz. Amúgy a tó környéken van egy csomó parkoló és parkolási lehetőség, ingyenes parkolási lehetőség, viszont annyira túl zsúfolt, hogy nem lehet megállni. Én megpróbáltam, egyszerűen nincsen hely, nem volt hely. Viszont itt a tónak a környékén is vannak kis utcák, ahol meg nagyon sok ingyenes parkolási lehetőség van, az út szélén meg lehet állni, és lehet parkolni, és szerintem érdemesebb megállni kicsit messzebb, és elsétálni egy 500 métert. Ebben az utcában sétálgatok, és ott van a tó az utca végén. Pazarház. Megérkeztem a tóhoz, itt van mögöttem, megmutatom. Hát valahogy így néz ki. Első benyomás, nagyon pazar, nagyon szép, nagyon sajnálom, hogy nem nyár van, mert akkor nyilván még szebb lenne. Töménytelen mennyiségű ember sétálgat a tó mellett. Szerintem ez a hobbiuk. Átfutok itt, köszönöm szépen, átfutok itt a zebrán, el nem ütnek. Szóval nagyon sok ember sétálgat, fut, sportol. Ennek nyilván fele turista, fele meg itt lakik. Hú, nagyon pazar. Menjünk körbe. Ez egy nagyon aranyos város, nyüzsgőn tömeggel, pedig még csak mondom, március van, és nagyon hideg van, tehát 5 fok van, én fázom, viszont olyan varázslatos ez az egész kis városka, a szűk utcáival, bent itt a belváros, a kis patakjával, mindenhol ilyen kis kávézók vannak, nagyon jó illatok terjengenek az utcákon, hömpölyög a tömeg, nagyon varázslatos, tényleg ékszerdoboz ez az egész. Ajánlom mindenkinek, aki esetleg erre elvetődik Annecy-be,
jöjjön ide. Na, nagyon fantasztikus, főleg, hogyha nyáron jó idő van. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó program itt eltölteni egy napot, vagy egy hétvégét. Ajánlom mindenkinek. Gyertek ide Enszibe. Azt tudom mondani, hogy ez az Annecy nevezetű város, vagy Annecy, Annecy, elnézést mindenkitől. Szóval ez a városka, hát tényleg egy gyöngyszem, ahogy ezt itt a nagy könyvek is írják és mondják. Nagyon élveztem. Bent a belvárosban, a tó mellett, vagy a tótól nem messze van a belváros része a városnak, ami mögöttem található. Nagyon hangulatos. Kávézókkal, éttermekkel, illatokkal és nagyon türelmes turistákkal, azt kell, hogy mondjam, nem éreztem azt, hogy bárki is ideges lenne. Non, je ne veux pas devenir grand. Non, je ne veux pas me laver les dents. Non, je ne veux pas manger maintenant, ni devenir con comme mes parents. Je veux rester avec Doudou, blotti contre mon chatou, doux, faire de la peinture, m'en foutre partout. Ne pas me laver un poing, c'est tout. Mais comment faire pour pas grandir? La 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 la. C'est trop compliqué. Non, je ne veux pas aller bosser. Je ne veux pas me lever tous les jours. Je ne veux pas épouser maman. Les bisous, c'est trop dégoûtant. Mais comment faire pour pas grandir? La 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 la. Et comment faire pour pas grandir? Et pour garder mes yeux d'enfant? Mais pourquoi quand t'es là, ma copine avec moi, je sens des papillons bouger dans mon bidon. Ha hozzászámítom azt, hogy most még nincsen nyár és március van, és ennyi ember van itt ilyenkor, hát akkor én nem is tudom elkezdeni, hogy mi van itt nyáron. Biztos nagyon sok turista látogatja ezt a kis városkát, és meg is éri ide eljönni. Ajánlom mindenkinek nagyon nagy szeretettel. Tényleg jól éreztem magam, nagyon hangulatos. Van itt egy park nem messze a belvárostól, is itt a tó partján. És ami mögöttem látszik, azt figyeld, na próbálom megmutatni. Látod azt? Oda néz.
Hát az mind madár odú, mind madár odú. Hát ki sem tudom mondani, úgy fázik a szám. Na mindegy, szóval én ennyi madár odút még nem láttam egy helyen. Nagyon szép, jól néz ki. Szóval köszönöm szépen akkor a figyelmet, remélem érdekes volt és láttatok egy kis szépséget Franciaországból. Remélem tudtam mutatni nektek szépet, jót és kellemeset. Legközelebb nem tudom honnan találkozunk, merre visz a sors. Köszönöm a figyelmet,